A szerda délutáni szalagátvágás után megnyílt a forgalom számára a nyíregyházi nyugati elkerülő út új szakasza. A beruházás részeként egy 3,7 és egy 4,1 kilométeres útszakasz, két körforgalom és egy 68 méter hosszú vasbeton szerkezetű vasúti híd is épült. A kényelmes és gyors elérhetőség befolyásolja a térség gazdasági fejlődését és lakóinak életminőségét. Erről a közlekedés politikáért felelős államtitkár beszélt Nyíregyházán. Mosóczi László hozzátette, a 2024-ig tervezett közútfejlesztési program teljes költségvetése 3200 milliárd forint. A magyar gazdaság helyzetének köszönhetően ebből az összegből 1800 milliárd forint hazai forrás. Így a 2016 és 2024 közötti időszakban 1000 új kilométerrel bővül a hazai közúthálózat. Arra törekszünk, hogy Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen egy gyorsforgalmi négysávos útszakasz. Stratégiai cél a kiemelt gazdasági térségek gyorsforgalmi bekötése, az autópályák, autóutak elvezetése az ország határokig. Bekapcsoljuk a magas szintű közúthálózatba a ma még csak kétsávos főutakon elérhető megyei jogú városokat is. A nyíregyházi beruházás összege mintegy 9,2 milliárd forint volt, ezt szintén hazai forrásból finanszírozták. Nyíregyháza kertvárosában és Nyírszőlősben közel 20 000 élnek. Ők azok a városlakók, akiket közvetlenül érint a nyugati elkerülő új szakasza. Ennek köszönhetően a belváros felé vezető út és a belváros is mentesül a kamionok okozta levegőszennyezettségtől, zajtól és a balesetveszélytől. A nyírszőlősiek pedig jóval hamarabb elérik az autópályát. Az új útszakasszal gazdasági tervei is vannak a városvezetésnek. Kelet-Magyarországon én azt gondolom kiemelkedő autópálya összeköttetést, közlekedési infrastruktúrát biztosít ez. Ennek a területnek, a város ezen részének, ahol a gazdaságfejlesztést tervezzük, ugye már a LEGO megkezdte működését és folyamatosan bővíti termelését, és ehhez a földterületeit is, de ide tervezzük a jövőben a város gazdasági övezetét kialakítani, mivel ugye a régi, a Debrecen út melletti ipari parkunk már betelt. A 36-os és 38-as számú főutak, valamint a 38-as számú és a 38-22-es jelzésű út közötti szakaszon kétszer egysávos utat építettek. A beruházás határideje október vége volt, de egy hónappal korábban sikerült befejezni a fejlesztést. Ezen a szakaszon a kivitelezők gumibitumánt alkalmaztak az aszfaltpálya szerkezet építésekor. A gumibitumen alkalmazása számos előnnyel jár, például nagyobb a terhelhetősége, kisebb a kátyuk kialakulásának az esélye, ezáltal hosszabb az élettartama. Mindezek által alacsonyabb az út fenntartási költsége, illetve megoldást jelent a használt gumiabroncsok környezetbarát felhasználhatósága szempontjából is. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke kiemelte, a kormány és a vele szövetséges polgármesterek közös koncepció mentén tervezik és valósítják meg a saját maguk által jónak ítélt fejlődési irányokat az ország különböző pontjain. Örömmel láthatjuk, hogy a stratégiai fontosságú 44-es út átadását követően most az egyik legdinamikusabban fejlődő megyeszékhely elkerülő útjának újabb szakasza készült el. Ne feledjük el, nem volt ez mindig így. A szocialista kormányok idején nyakunkig érő államadósság, az IMF hitel szorítása, az adósság csapdában vergődő önkormányzatok, a devizahiteltől megszabadulni képtelen családok helyzete mind azt mutatta akkor, hogy tehetségtelen vezetők sikertelenné teszik maguk körül az országot és a városokat. A rendezvényen az is elhangzott. A folyamatos fejlődés és fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország 2030-ra az Európai Unió top 5 legversenyképesebb és legélhetőbb országai közé kerülhet.